A FIFA és az UEFA elnök közös sajtótájékoztatót tartott, melyben méltatták a magyar labdarúgást. A szobor, amely egy földgömbön két labdáért küzdő játékost ábrázol, a Munkácsi díjas Mihály Gábor alkotása. A talapzatra 838 magyar labdarúgó nevét vésték rá. Michel Platini, a francia labdarúgó szövetség alelnöke szerint dicséretes, hogy az elmúlt 100 évben pályára lépett valamennyi magyar válogatottról ilyen módon emlékeznek meg. Az ünnepségre kiengedték a kórházból Puskás Ferencet is, Sepp Blatter, a FIFA elnöke, mély tisztelője. Az elnök sajtótájékoztatóján méltatta a magyar labdarúgást, és reményét fejezte ki, hogy rövidesen az arany csapathoz hasonló teljesítményre lesznek képesek a magyarok. A TV2-nek adott exkluzív interjújában azt is kifejtette, örvendetes, hogy a német nemzeti 11-el mérkőzik meg együttesünk. Így itt a lehetőség a visszavágásra az 1954-es VB döntőn elszenvedett vereség miatt. Ehhez az első lépést Svájcban tették meg, ahol lebontották a Wangdorfi stadiont. Persze a magyar győzelem